Sziasztok! Ez az OKT blogunk második része. Legutóbb Keszthelyen köszöntünk el, most pedig következik a Balaton felvidék. Ez az OKT-nak a 4., 5., 6. szakasza, ami Keszthelytől Nagybázsonyig tart, úgyhogy fussunk is neki! Mi alapvetően mindig a végponton, vagyis a célponton tesszük le az autót, mert hogy a nap végén fáradtam, büdösen, éhesen és ennek következtében hisztisen, inkább ne kelljen már tömegközlekednünk. Éppen ezért az utunkat Tapolcáról kezdtük meg, 30 perc vonatozással már meg is érkeztünk Keszthelyre. És mivel a legutóbbi túra végén a várost már bejártuk, ennek következtében a Balatonpartot választottuk. Igen, az idő az eléggé szeles volt, úgyhogy a Balatonnak a hullámai között kellett nekünk szépen kiosonnunk Keszthelyről. Az aszfaltos út egészen Gyenesdiásig tart, és Gyenesdiás után fogunk beérni az erdőbe. Itt a kéken haladva nem érdemes kihagyni a kék háromszöget, ami felvisz a Festetics kilátóhoz, illetve a sárga háromszöget sem, ami a Berzsenyi kilátóhoz visz fel, mivel innen gyönyörű panoráma nyílik a Balatonra, illetve az egész Balaton felvidékre. Ennek következtében a lélegzeted nem csak a panorámától áll el, hanem amúgy attól a szintől is, amit ennek következtében meg kell tenned, hát ez most megéri. Erdei zöldet megtöri az, hogy Bárus egy meredek utcáján kell lefele ereszkednünk. Itt egy élelmiszerbolt falán van a pecsételő, de mielőtt azt gondoltuk volna, hogy majd most jól megtöltjük a hátizsákjainkat, hát valószínűleg az 1800-as évek végén volt utoljára nyitva ez a bolt. Úgyhogy gyorsan tovább mentünk, és aztán Lesence Istvánon pedig egy kocsmát vártunk nagyon, mert hogy ott volt a pecsételő, és bár hiába volt kiírva 7-től 23 óráig a nyitvatartás, úgy látszik, vidéken ezt rugalmasan kezelik, ugyanis a kocsma valószínűleg nagy forgalom és az ebédidőre való tekintettel zárva volt, de nem baj, mert a kék útban frissítettünk, elég meleg volt akkor, szerintem árnyékban 35 fok, és így indultunk tovább Tapolca irányába. Tapolca előtti részt egy betonúton tettük meg, ami összesen 7 km volt, hatalmas nagy kamionok, illetve autók között. Itt azért szerintem érdemes lenne kitenni olyan figyelmeztető táblákat az autósok kedvéért, hogy itt egy országos kék túra útvonal megy, és nyilván egy-két ember ledudált minket, és hogy nem azért megyünk ott, mert nekünk nincsen jobb dolgunk, hanem azért, mert hogy ott egy túra útvonal vezet. Ez egy elég rövid szakasz amúgy, a bruttó időnk az 3,5 óra volt, de hogy számomra ilyen kínosan hosszú 27 km már régen volt, nem teljesen tudom a hisztimnek az okát, de az utolsó fényképet, amit készítettünk a tapolcai vasútállomáson és a kocsmában, az mindent elárul arról, hogy nem mindig érzem magam szexinek futás közben. Ahhoz, hogy megtartsuk a pizza szeánszunkat, keresnünk kellett egy beülős helyet, amit találtunk is a tónak a partjánál. Itt igaz, hogy nem pizzát ettünk, de azért feltöltöttük a szénhidrát raktárainkat, a pincér egy picit szavatkozott, hogy 40 percet várnunk kell, de minket nem érdekelt, mert mondtuk, hogy már nem sietünk sehova. Úgyhogy így jól elcsilleltünk a napsütésben. A Tapolca Badacsony-Törzsemic is egy elég rövid szakasz, mindössze 17 km, és elég keretes szerkezetű, aszfalt, erdő, Mennyország körút, erdő és aszfalt. Amikor elindultunk Tapolcáról, akkor a Szent György hegy lábáig egészen aszfalt úton mentünk, aztán itt kezdtünk el fölfele kapaszkodni, és sanszosan olyan ösvényeken tettük ezt, ahol utoljára Árpád atyánk járt, természetesen festve a kék jelet, mert hogy óriási dzsindzsa volt. Felérve azonban a bazaltorgonák voltak előttünk. A bazaltorgonákhoz érve érdemes egyébként megállni a különböző kiszögelléseken, mert gyönyörű szép panoráma nyílik a Balatonra, lefelé haladva pedig ne menjetek túlságosan gyorsan, térjetek be a Mennyország körúthoz. A Mennyország körútról azt kell tudni, hogy ez egy olyan hely, ahol a tulajdonos szabadkozott arra, hogy hát sajnos még nem annyira jó állapotú maga a vendéglátó egység, mert hogy eddig a panorámán dolgoztak, de most kezdték el felújítani az egész épületet, de hát szerintem azért ez egy gyönyörű rész volt, illetve ugye oda délbe érkeztünk meg, úgyhogy másfél óra kivontuk magunkat a forgalomból, mert rögtön jött a terülterű asztalkám, és ott egy olyan szituáció volt, hogy úgy kellett fizetnünk, amennyit ettünk, és teljes mértékig önbevallós volt, és mint a képen látjátok, azért egy eléggé jó menüt kaptunk. Abszolút volt frissen sült kenyér, kolbász, mindenféle szalámik, mindenféle krémek, hagyma, illetve paradicsom, és természetesen járt hozzá egy jó fröccs is, úgyhogy a csodálatos balatoni panorámában gyönyörködve nem véletlen szerintem, hogy másfél órán keresztül ott elücsörögtünk. Utána lefele ereszkedve megint ilyen dzsindzsás részen haladtunk át, és végül a bicikli útra érkeztünk le. Tudnotok kell, hogy ezt a szakaszt nem futottuk, hanem túráztunk, mert két héttel voltunk az UB után, úgyhogy a bicikli útra érkezve
erről meg is emlékeztünk, még érezni vértük a szagunkat, meg a lábnyomainkba lépkedtünk. És arról beszélgettünk, hogy éppen milyen állapotban voltunk ezen a szakaszon, emlékszel arra az UB-n, hogy erre, arra, amarra, úgyhogy egy kis nosztalgia azért elfogott minket, és ott nagyon vigyáztunk arra, hogy merre felé kell most éppen kanyarodnunk. Bizony, mert amíg az UB-n elféltünk attól, hogy nehogy Szigligetre fölmenjünk, itt a kék jel arra vitt minket, és ennek nagyon is örültünk. Amúgy a város belépő ellenében látogatható, nem érdemes kihagyni, és Szigligetről tovább haladva Badacsony-Tördemic már nincs olyan messze, sajnos az is aszfaltos út, de Badacsony-Tördemicen a vasútállomáson azért boldogan pecsételtünk, és megállapítottuk, hogy bár az út nagy százaléka aszfalt volt, érdemes volt bejárni. A hatodik szakasz Badacsony-Tördemictől Nagyvázsonyig tart, és ennek az első 11 kilométerét még az előző szakaszhoz csaptuk hozzá, gondoltuk 11 kilométer, 2 óra sima ügy lesz, de mikor 3 kilométert sikerült megtennünk csak 1 óra alatt, akkor azért észbe kaptunk. Igen, ennek két oka volt, az egyik az, hogy végig felfelé mentünk, nagyjából 500-ig számoltuk a lépcsőfokoknak a számát, és utána már nem számoltuk tovább, a másik pedig az, hogy minden egyes kiszölegelésnél megálltunk, mert azt mondtuk, hogy fú, azt a minden, de szép ez a Balaton. De mindig tudott egyre szebb lenni fölfele, amúgy egy kálvária mentén haladtunk, ahol én az első állomástól kezdve azon gondolkodtam, hogy ki az a nő, aki Jézusnak adta a kendőjét. Ha tudjátok a választ, akkor komment szekcióba írjátok meg. Káptalan Tótiba a kocsma falán pecsételtünk, hol máshol amúgy nagy százalékban kocsma vagy élelmiszerbolt falán vannak a pecsétek, mely és akkor elindultunk Csobáncvára, vagyis annak a romjai felé. Ez egy kínosan hosszú rész volt, mert hogy először a szőlőlugasok mentén haladva azt hittük, sosem jön közelebb a hegy, amikor pedig a lábához értünk, akkor egy elég meredek úton kellett fölfele menni, de aztán amikor felértünk, akkor természetesen 1120 fényképet kellett csinálnunk, mert nem tudtunk betelni a panorámával. Csobáncvára után pedig Szentbékkála felé indultunk el. Itt már azért megérintett a Bakonynak a szele, amit akkor még nem tudtunk, de szanaszéjjel csíptek minket a családnak, mert hatalmas nagy bozótba vágtunk át. Egy jó macsata azért el kellett volna. Itt egy picit eltévedtünk, egy kicsit tovább mentünk és benéztünk egy kanyart, így vissza kellett fordulnunk, de a visszafordulásunk után megingattuk az ingó köveket, és utána pedig beérkeztünk Mindszentkálára. Nem Mindszentkálára, Mindszentkálára azért érkeztünk meg, mert eltévedtünk, Szentbékkála volt. Szentbékkálára érkeztünk be, és Mindszentkálán tévedtünk át. Így is van. Szentbékkálán a kocsmában amúgy frissítettünk, mert hogy amúgy árnyékban 35 fok volt nagyjából. A frissítésünk részét képezte a sósropi és egy jó nagyméretű fröccs, és a melegnek, meg a fáradtságnak és a félig meddig eléhezésnek hála, én attól az egy fröccstől olyan szinten rúgtam be, hogy azt hittem, hogy nem tudok tovább indulni. Úgy kell támolgatnom Terész, hogy gyere már, meg kellett állni, meg kellett fogni a haját, kicsit hánytatni. Jó, ezért ez túl van színezve, de hogy megütötte a fejemet, maradjunk ennyiben. Ezután az irányt az ötvös kilátó felé vettük, ahol búcsút intettünk a Balaton felvidéktől, és leérkeztünk Balaton henyére, ahol nem találtuk a pecsétet, mert egy kidőlt oszlopon volt, ami mellett elmentünk, így vissza kellett ismételten fordulnunk, de miután megtaláltuk, hozzánk szegődött egy kutya, aki, hát nem is tudom, egy jó 5-6-7 kilométeren keresztül követett minket, hol előttünk volt, hol mögöttünk, hol pedig a lábunk alatt, egyszer pedig rákébáltunk egy kicsit arrogánsabban, és akkor már észlelte, hogy most már azért menjen tovább, és utána így érkeztünk be a végpontra. Nagyvázsony előtt 15 kilométert nagyjából futva tettünk meg. Mert hogy pontosan tudtuk, hogy a buszunk 17 órakor indul vissza Tapolcára, és vagy elérjük, vagy ott maradunk nagyjából örökre. Úgyhogy nem tudom, hogy ti futottatok-e már 15 kilométert busz után, de ez egy rendkívül hosszú és hát meglehetősen fárasztó szituáció, amikor már így az utolsó erőd is elfogyott, de a busz életben tart. Úgyhogy amikor a nagyvázsonyi váromokhoz értünk, nagyjából még 3 percünk volt a busz indulásáig. Így van. Gondoltuk, hogy a jegypénztáros csak tudja, hogy hol van a busz megálló, hát tévedtünk. Nem, így sem.
Két busz megálló is van, egy arra, merre is mennek? Mondom, ember, mondja, egy busz megálló, mondom, merre menjek? És mondom, arra. És akkor mentünk arra, ott volt egy másik nő, futás közben őt is megkérdeztük, erre van a busz megálló, erre. Mentünk, és nem hiszitek el, de kb. Mire pont beértünk a busz megállóba, akkor bukkant elő a busz, és nagyjából mennyit, 15 másodpercet vártunk a buszra, felszálltunk rá, és irány Budapest. A Balaton felvidéki három szakasz, az országos kéktúra 4-es, 5-ös és 6-os számú szakasza, mindegyik nagyon rövid, akár egy nap alatt bejárható túra, úgyhogy így ajánljuk nektek. A Balaton azért az mégiscsak a Balaton és a Magyar tenger. Egyébként itt nyitottuk meg mi a szezonunkat, tehát az első fagylaltot, illetve az első lángost azt itt fogyasztottuk el. Egy gyönyörű szép szakasz a fröccsről, a nyárról, és hát magáról a balatoni élvezetről szól. Rengeteget futottunk, rengeteget gyalogoltunk, rengeteget izzadtunk, de minden lépése abszolút megérte. Legközelebb a Bakonyból jelentkezünk. Ha tetszett a videó, akkor nyomjál rá egy lájkot. Egy lájkot. Ha tetszett, akkor iratkozz fel a csatornára, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Veronika, basszus!